A parttól közel 100 méterrel odébb, az alig pár centis vízben pihent meg ez a sirálya hét elején Velencén. A tómeder már nem csak itt a Korzón, a Velencei tó szinte összes strandjánál felfelbukkan nyáróta. Így néz ki most a napsugárs strand és környéke. Szeptember végén 53 cm-es legalacsonyabb vízszintet jeleztek az irányadó agárdi vízmércén. Az utóbbi hetek hűvösebb és ködös csapadékos időjárása közel 10 cm-es emelkedést hozott, ám így is sok víz hiányzik a tóból, melynek jelenlegi vízszintje 60-63 cm között ingadozik. Az idei súlyos asszály miatt ugyanis a vízgyűjtő területen hullott csapadék egész egyszerűen nem jut el a tóig. A csapadék bevételi oldal még mindig nagyon erősen deficites. Bármennyire is esett többet az eső az elmúlt 3 hónapból 2 hónapban, egyelőre a csapadék az a földbe szivárog be, és nem folyik le. Tehát annyira száraz még mindig a föld, hogy nagyon-nagyon kevés tud csak a lehulló csapadékból befolyni a vizekbe. Igaz ez bármelyik tavunkra, így a Verencei tóra is. Tehát egész egyszerűen vízügyes szaknyelven szólva még mindig nem rendeződtek a lefolyási viszonyok. A hidrológiai új év, vagyis a feltöltődés időszaka azonban most kezdődik. A vízügyi szakemberek azt remélik, tovább tud majd emelkedni a vízszint. Ehhez azonban rengeteg csapadékra lenne szükség a téli hónapokban. A tó vízszintje a tavalyi év ezen időszakában egyébként 10 cm-t emelkedett. Ha a jelenlegi szinthez képest ez idén is megvalósulna, a tó még mindig több mint 60 cm-rel maradna el a korábbi minimális szabályozási szinttől.